Az önkormányzati törvény szerint az önkényuralmi rendszerhez kapcsolódó közterület elnevezéseket meg kell változtatni. Tiszavasváriban 17 utcanév cseréjéről döntött a képviselőtestület, ami több mint 1000 lakost érint. Eltűnik többek között a Vörös Hadsereg, a Felszabadulás mellett a Zalkamáté utca. Utóbbit Szögi Lajosról, a tragikus körülmények közt elhunyt tanárról nevezik el. A tanár urat szinte mindenki egy emberként ismerte itt Tiszavasváriban. Nem csak egy kiváló oktató volt, egy kiváló pedagógus volt, hanem a környezetvédelem, a természetvédelem területén is olyan maradandót alkotott. A Bölcsbaglyok Egyesületnek a egyik oszlopos tagja volt, szinte nem volt olyan gyermek, aki nem az ő kezei által ismerte volna meg a Tiszavasvárinak, sőt, hát illetve azt mondom, hogy a Magyarországon élő madárvilágnak szinte minden egyes tagját. Mellette pedig példamutató családapa volt, jó vezető volt, és én azt gondolom, hogy az a fajta tragédia, ami 2006-ban bekövetkezett, nem érintette volna, akkor biztos vagyok benne, hogy egy nagyon hosszú és egy nagyon szép életpálya állt volna előtte. Az utcákon még a régi névtáblák vannak, az újak most készülnek. A polgármester tájékoztatása szerint a lakosság számára ingyenesek a névváltoztatással kapcsolatos ügyintézések. Az önkormányzat levélben értesítette az érintetteket, az okmányiroda pedig előkészítette és postai úton kézbesíti a szükséges személyazonosító iratokat az átkeresztelt utcák lakosainak. Egy általunk megkérdezett lakó azt nyilatkozta, örömmel fogadja a névváltoztatást. Végül is az utcanév változással nekem semmi bajom nincs, mert egy nagyon rendes emberről kapta az utca a nevét. Nekem, meg szerintem az egész utcának csak annyi a problémánk, hogy senkit meg nem kérdeztek, hogy mit akarnak csinálni, hogy át akarják változtatni az utcanevet. A következő 2 évben a régi névtáblákat pirossal áthúzva a helyükön hagyják, amíg a lakosok meg nem szokják az újdonságot.